Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaltok helyet. Szeretetben köszöntelek benneteket itt Stuttgartban, Krisztus szent testének és vérének ünnepén, úrnapján, késő délutáni órában. A mai nap folyamán két helyt is ünnepelhettem az eukarisztiát. Elsőként Weingartenben, ahol a mi közösségünk, a magyar anyanyelvű közösség, a helyi német plébániák közösségeivel együtt ünnepelt. Körmenetben vonultunk a Mária templomtól a Stadtgartenhez, a város kertjéhez, parkjához, szabadtéri szentmise volt, és egyszerűen megkapó és megindító volt, ahogyan a város Weingarten ünneplőbe öltözött, és a szentmisét követően, amelyet a helyi esperes úr celebrált, többi paptestvér kíséretében én is jelen voltam. Együtt átvonultunk a bazilikába. Nagyszerű érzés volt. Többek között udva ejtettük a tanácsházát, ahol úgy, ahogyan régen odahaza oltárt építettek, és ott megálltunk, egy stáció volt ez, vagy egy oltár, aztán pedig a közös éneklést és a fohász követően bevonultunk a bazilikába, a Weingarteni bazilikába, amely egyszerűen magával ragadó, így lépcsőkön kell fölmenni, és amikor már fölértünk és vissza letekintettünk, láthattuk, hogy kigyózik a embersereg, a hívősereg, és egyszerűen az a fajta érzés kerített hatalmába engem személy szerint, hogy milyen csodálatos kincse a mi keresztény hitünknek a hagyomány, annak az őrzése és annak az ápolása. Mi most itt, Stuttgartban mondhatnám azt is, hogy egészen egyszerű keretek között, de mégis családias hangulatban együtt vagyunk, találkozunk, és éppen ezért már most a szentmise kezdetén szeretném mindenképpen megköszönni a magatok jelenlétét. Eljöttetek, és ez azért is jó, mert ezzel azt üzenitek, hogy számotokra valóban milyen értékes és milyen szép és fontos, hogy szentmisén, úrnapján részt vegyetek. A délután folyamán még Ulmban voltam, és ott egy igazi meglepetés várt, mondhatnám azt is, mert amikor megérkeztem Ulmba, láttam, hogy három kedves híven biberágból kerékpárral jöttek el. Mintegy 50 kilométert tekertek, kerékpároztak azért, hogy szentmisén részt vehessenek, de ugyanakkor Ulm környékéből is, vagy környékéről is jöttek, és természetesen, ahogyan már szokásos, jöttek Heidenheimból, és aztán voltak meglepetés híveink innen Esslingenből, Csaba és Szilvia kisgyermekükkel oda jöttek el, mondván, hogy most itt a délutáni óra a gyermeküknek nem a legmegfelelőbb,
az esti program következik számára, úgyhogy úgy döntöttek, hogy vonatra szállnak, és eljöttek oda Ulmba. És igazából engem a mai napon ez a fajta jó érzés tölt el, hogy milyen nagyszerű dolog, hogy ma Úrnapján itt három helyen is lehetőség van találkozni, és természetesen mindenki maga szabadságában azt a helyet választja, ami számára éppen a legmegfelelőbb. Mai szentmisénk a hála és a köszönet szentmiséje legyen. A kezdőjének a 80. zsoltárból való is így hangzik: a gabona javával táplálta őket az Úr, és jól lakatta mézzel a sziklából, amely mint egy sugallja és kifejezi a gondoskodó Istennek a szeretetét, és mi is ma azt kérjük magunk és a reánk bízottak számára, hogy gondoskodó jóságát és szeretetét soha se tagadja meg tőlünk és a reánk bízottaktól. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek. Az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Ki élsz és uralkodol a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott, és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtud, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje. Thank you.
Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés, és a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Nagy ünnepeinknek szekvenciája van, ezt tesszük most is. Ha kísérni akarjátok a szekvencia szövegét, akkor a Hozsannában a 107-es számú ének ez. Dicsőségön üdvözítőd, jó pásztorod, hűsegítőd, áldja hangos éneked. Himnuszt mondj egész szíveddel, szóddal úgysem érheted el, méltón nem dicsérheted. Nagy dologról szól az ének, élet élő kút fejének, a kenyérnek hódolunk. Estelén a búcsútornak, a 12 apostolnak, mit kiosztott Krisztusunk. Hangosan hát fönnesengjen, újjongjon és égre csengjen zengő lelkünk hangja ma, mert mit ajkunk most magasztal, amaz ünnep, amaz asztal, amaz első lakoma. Ott új húsvét napja támadt, új kötése új királynak, régi húsvét Bétel lett. Új világtól fut az óság, árnyat oszlat új valóság, fényesség űz éj felett. S amit ott tett önkezével, emlékére nyílt igével hagyta Krisztus végzenünk. Szent igéktől megoktatva, üdvösséges áldozatra kenyeret s bort szentelünk. Ágazatja szent hitünknek, testé véré lényegülnek, kenyér s bor mi volt előbb, régi rendit újnak enged. Szárnyalankad észnek, szemnek, élő hitből végy erőt. Színében bor és kenyérnek, jel csak ez, de más a lényeg. Drága nagy jók rejlenek, vérbár a bor, test az étel, egy is Krisztus, semmi kételj, két szín őt nem osztja meg. Aki veszi, meg nem osztja, meg nem töri, nem szakasztja, mindenek éppen veszik. Veszi egy, és ezrek veszik, s mind egyenlő kapja részét, mégis nem fogyatkozik. Veszi jó, és veszi vétkes, ám gyümölcse vajmikétes, élet vagy elkárhozás. Rossznak átok, üdv a jónak, lásd az együtt áldozóknak végük milyen szörnyomás. S ha megtört az áldozatban, kétség, tudd meg, nincsen abban, úgy van ott minden darabban, mint a teljes szín alatt. Őt törés nem törheti meg. Csak a jelnek, köntösének színe tört meg, ám a lényeg változatlan, egy maradt. Imhol angyaloknak étke, vándorutunk erőssége, édesfiak vendégsége, rútebeknek elnevesd. Ősi manna ezt mutatja, ezt Izsáknak áldozatja, bárány vére csordulatja, képben írja régen ezt. Kegyes pásztor, igaz étek, édes Jézus, kérünk téged, te legeltesd, védd a néped, te mutasd meg kegyességed fönn az élők közepett. Mindenható fejedelmünk, étkünk, éltetünk, szerelmünk, engedj asztalodra lelnünk. Testvérül engedd ölelnünk odafönn a szenteket. A
Alle, alle. Jézus mondja, én vagyok az égből szállott élő kenyér, aki eszik ebből a kenyérből, örökké élni fog. Alleluja! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital, mondja Jézus. Abban az időben Jézus így szólt a zsidó tömeghez, én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. A kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ezt testét elederül nekünk. Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Foglaljunk helyet. Kristóf jól kipihente magát, tele van energiával, jó látni. Krisztusban szeretett testvérek, a szentmise bevezetőjében már említettem, hogy mennyire fontosak számunkra a hagyományaink, a szokásaink. Mert hogy hagyományaink megtartásával tulajdonképpen egyfajta nemes és szent örökséget is tovább viszünk. Most az első ének, amit énekeltünk, nincs benne a hozsannában. Szent vagy Uramban. Ellenben az a vidék, ahonnan mi érkeztünk, előszeretettel használja ezt a gyönyörű szép oltári szentség éneket méghozzá első áldozások alkalmával. Ahogy most együtt énekeltem veletek ezt az éneket, természetesen a magam első áldozása jutott eszembe, az elevenedett meg, hiszen éppen erre az énekre vonultunk be a templomba. A másik, amit szeretnék elmondani, hogy énekeink közül, amely énekek egyben imádságok is, nem véletlenül mondjuk azt, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Nos, énekeink között kiemelt helyet kapnak vagy foglalnak el az oltári szentségről szóló énekek, illetve a Mária énekek. Mintegy azt is jelezve, hogy milyen fontos helyet foglal el keresztény hitünkben
az eucharisztia tisztelete, illetve a Mária kultusz, a szűzanya tisztelete. Most pedig a mai ünnepünkre rátérve, annyit szeretnék elmondani, hogy az egyházi év folyamán az egyik legintenzívebb és üzenetben, tanításban leggazdagabb időszak a nagy hét. És abban kiemelt formában az úgynevezett Triduum Pascale, a Szent Három Nap. A Szent Három Nap nagycsütörtök liturgiájával veszi kezdetét. Nagycsütörtök este egyrészt a papság szentségének alapítására emlékezünk. Mondhatnánk azt is, hogy ott az utolsó vacsora termében volt az első papszentelés, amely, ahogyan visszaemlékezünk, azzal veszi kezdetét, hogy az Úr Jézus sorra megmossa mindegyik apostolnak a lábát, példát adva szolgáló szeretetre, még az áruló Júdásnak is megmossa a lábát, majd ezt követően távozik el az utolsó vacsora terméből. Majd pedig a zsidók szabadulás vacsoráját elköltve, amikor a kovásztalan kenyeret kezébe veszi, e szavak kíséretében adja át apostolainak: vegyétek és egyétek, ez az én testem. Aztán pedig az áldás kelyhét veszi kezébe: vegyétek és igyátok, ez az én vérem. Tulajdonképpen ez az eukarisztia szentségének, a háladás szentségének az alapítása. És mivel ezt egészen egyszerű körülmények között tesszük meg, hiszen nagycsütörtököt követi a nagypéntek, majd a nagyszombat üressége és a húsvéti feltámadás örömhíre, ezért egyházunk a húsvét idő végeztével, Szent Háromság vasárnapját követően, pontosabban pünkösd ünnepe utáni 10. napon, vagyis a mai napon ünnepélyes és nyilvános formában az oltári szentséget, az eukarisztiát, amikor is az eukarisztikus körmenet által az oltári szentséget templom falain kívül kivisszük a terekre, az utcákra, mint egy jelezve és üzenve világunknak, hogy számunkra ez mennyire fontos. Mindaz, amiről szintén a szentmise bevezetőjében szóltam. Az első olvasmányban, amelyet Mózes 5. könyvéből hallhattunk, a könyvnek szerzője, szent írója, a hagyomány szerint Mózes, mintegy emlékezteti a választott népet Isten gondoskodó szeretetére. Hogy a pusztai vándorlás ideje alatt táplálta őket, gondoskodott róluk. Éppen ezért ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, aki átvezetett a mérges kígyók és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. Kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Azért annyira fontos ez a reményünket erősítő üzenet, mert hogy nagyon sokszor ma erőt vehet rajtunk a kétségbeesés és a bizonytalanságnak az érzése. Egzisztenciális létkérdésekre gondolok elsősorban, amelyek nagyon sokunkat fenyegetnek. És nyilván ilyen reménytelennek és kilátástalannak tűnő helyzetben fontos az a fajta hit, és ennek a hitnek a felerősítése a magunk életében, hogy ahogyan annak idején, a pusztai vándorlás ideje alatt
Isten gondoskodott, választott népéről, úgy ma rólunk is gondoskodik. Röviden ennyit szeretnék elmondani, vagy így lehetne összefoglalni az első olvasmánynak az üzenetét. És talán erre a fajta megerősítő üzenetre különösképpen itt és most, ma annak van, vagy azoknak van szüksége, akik egy kicsikét talajt veszítenek, akik elbizonytalanodnak. A Szentlecke Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből hangzott el, amelyben Pál apostol világosan megfogalmazza az ő tanítását, üzenetét éppen a korintusi közösségnek, amely egységében megbomlott, amelyben felütötte fejét a pártoskodás. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindannyian egy kenyérből részesülünk. A kép, amelyet Pál apostol használ, önmagáért beszél. Milyen az az asztalközösség, ahová, ha meghívást nyerek, és arról az egy asztalról megkínálnak, én elutasítom a meghívást. Az üzenet világos? Azt jelenti, hogy azzal az asztalközösséggel én nem vállalok sorsközösséget, őket megtagadom. Az eukariszti ünneplése, a szentmise, az mindig közösséget teremt. És amikor én szent áldozáshoz járulok, akkor nem mást, mint az értünk emberré lett Isten fiát, Jézus Krisztust fogadom be életembe. És mint egy azt üzenem, azt közvetítem, hogy én vele és tanításában kívánom járni életemnek az útját. Hogy mit is jelent pontosan az oltári szentségben való hit? Arról én most nem szeretnék egyetlen egy szót sem szólni, hanem majd arra kérlek benneteket, hogy amikor erről elmélkedtek, ezen töprengtek és gondolkodtok, akkor ne tegyetek egyebet, csak vegyétek elő a hozsannát, az énekeskönyvet, és újból olvassátok végig figyelmesen, azért is szóltam a szekvenciát megelőzően, a hozsannából olvassátok el újból a 107-es számú éneket, és elmélkedjétek át annak az üzeneteit, annak a tanítását. Hogyha ezzel most végig mennénk, azt hiszem, hogy 18 verszakban van ez meg, akkor nagyon-nagyon hosszú lenne. De ezt a fajta elmélkedés vagy ima gyakorlatot odahaza megtehetitek, és meglátjátok, hogy milyen mély teológia van benne. Csodálatos mély teológia, minden szépen összefoglalva azzal kapcsolatosan, amit nekünk tudnunk kell az eukarisztiával, az oltári szentséggel kapcsolatosan. És akkor még az evangéliumról hadd szóljak egy gondolat erejéig. Ha most újból felolvasnám az evangéliumi részt, ez Szent János evangéliumából való, a 6. fejezet 51. 58. versei voltak, amelyek elhangzottak. Azt figyelhetitek meg, hogy nagyon sokszor előfordul ez a szócska, hogy én. Vagyis mindezt az Úr Jézus Krisztus saját magáról mondja. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az én testem valóban étel, az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Vagyis a Krisztussal való
közösségnek a feltétele, hogy őt befogadjuk a magunk életébe. Divatos ma ezt a, mondjam így, szópanelt használni, hogy mindenki azzá válik, amit fogyaszt. Ennek van egy nagyon szép üzenete számunkra is. Ha az Eucharisztián keresztül megtartjuk a Krisztussal való közösséget és egységet, akkor természetesen mi magunk krisztusivá válunk. Vagyis az Úr Jézus Krisztust befogadtuk a magunk életébe. Az Eucharisztia, az oltári szentség lelki táplálék számunkra, amely nyilvánvaló lelkünket fogja erősíteni. Az emlékedésemet Placid atya személyes vallomásával szeretném befejezni, amikor éveket töltött el a gulágon, távol az otthontól, visszaemlékezve beszámolt arról, hogy erőt mindebben a Szent Mise és a Szent Áldozás nyújtott számára. Egy alkalommal, amikor nekünk lelki gyakorlatot tartott, ott a Szatmári Egyházmegyében, elmondta, hogy hogyan szelídítette meg az őket felügyelő őrt, és hogy hogyan jutottak hozzá kenyérhez és szőlőhöz, amelyet beletettek a kenyérbe, és a kipréses szőlő szemekkel szentmisét mutattak be, és hogy ez neki mekkora nagy lelki öröm, lelki élmény volt úszintén fogvatartott társainak. És ezt elmondhatta Placid atya saját magáról, és nyilvánvaló ez így volt, akkor én is hadd mondjam el a magam személyes példáját, hogy 2017 szeptemberétől egészen 2018 júliusáig, amikor fizikailag és lelkileg nagyon gyenge voltam, számomra egyetlen egy valami adott erőt abban a közel egy esztendőben, mégpedig az, hogy szentmisét mutathattam be, hogy misészhettem, hogy az eukarisztikus színekben a szentmisék alkalmával az Úr Jézus Krisztust kínálhattam a szentmisén résztvevő kedves testvéreknek, híveknek. Így utólag visszagondolva arra az időre végtelen nagyon nagy hála és köszönet tölti el a szívemet azért, hogy ehhez az eukarisztikus Krisztus, a kenyér és bor színében jelenlévő Jézus Krisztus mindvégig erőt adott. Kívánom, hogy ez a fajta lelki élmény, mondhatnám azt is, hogy katartikus érzés legyen mindannyiótok osztályrésze, amikor valahányszor a Szent Áldozásban az Úr Jézus Krisztussal személyesen találkoztok, és szívetekbe, a magatok életébe befogadjátok. Amen. Most pedig örömmel valljuk meg keresztény hitünket, hiszek egy Istenben.
Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget. Kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket. Add, Urunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgálhassák ki szentségeidet. Kérünk téged, hallgass meg. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg. Add, Urunk, hogy szereted lakomádra, a szent misére szóló hívásnak, mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk Jézus Krisztus, add, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk magunkhoz, ki élsz és szeretsz bennünket most és mindörökké. Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, add meg egyházadnak az egység és béke ajándékát, amelyet a felajánlott áldozati adományok titokzatosan jelképeznek Krisztus, a mi Úrunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Mert ő az igazi örök főpap, ki üdvösségünkért föláldozta önmagát, és minden időkre szóló áldozatot rendelt, meghagyva, hogy emlékezetére mi is felajánljuk neked. Ha értünk adott testét magunkhoz vesszük, szent erőt árasz lelkünkbe, ha értünk ontott vérét isszuk, tisztára mos minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget himnuszál zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Thank you.
Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten szeretete kiár a szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal. Mi Atyánk! Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünk Jézus Krisztus dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg a teljes egységet, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
engesztelődjetek ki szívből egymással. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram! A szent áldozás ma kivételesen két szín alatt lesz, a tabernákulum előtt fogok két szín alatt áldoztatni.
bátyám, hanyadik évedet taposod? 80. Marika, segíts! Bandi bátyám, hány éves? Bandi bácsi! 85 után, ha nekem 86 éves koromban ilyen hangom lesz, az igen, gratulálok. Túl énekel mindannyiunkat. Jó, könyörögjünk. Kérünk, Urunk, töltsd be lelkünket Istenséged örökkévaló élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez. Kérsz és uralkodol mindörökkön örökké. Holnap ugye pénteki nap lévén, stuttgarti délután lesz, azt jelenti, hogy 17:30 rózsafüzért imádkozunk, és akkor 18:00 pedig szentmise, és ha jól tudom, a sportklub vagy a sportkör tagjai is találkoznak a holnapi este folyamán. Szombaton, Biberákban, 3:45-kor, délután 3:45-kor egyházközségi búcsú ünnep van, és akkor már most jelzem, hogy jövő jövő pénteken, akkor pedig Jézus szíve ünnepünk lesz. Úgyhogy ezt a szép ünnepélyes formában szeretnénk megtartani, majd pedig a rákövetkező vasárnap nem lesz szentmisei Stuttgartban, hanem Ludwigsburgban 9 órakor délelőtt, tehát ez 18-a, június 18-a, Ludwigsburgban pedig az egyházközség, részegyházközségnek a búcsú ünnepére kerül sor. Szent László királyunkat köszöntjük. Köszönöm szépen a mai alkalmat itt veletek együtt, Stuttgartban. Fogadjátok az áldást. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, menjetek, küldetésetek van. Istennek legyen hála.